Eltörölheti a jövedelem nélküliek társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségét a kormány, erről februárig határoznak, közölte Dán Szúcsú kormány szóvívő a mai kormányülés után. A pénzügyi törvénykönyv előírása azok után került előtérbe, hogy Gabriel Biris államtitkár sokak szerint sértő megjegyzések kíséretében jelentette be, hogy a jövedelem nélküli személyek is kötelesek havonta befizetni a minimálbére számított 5,5 százalékos ,5 társadalombiztosítási járulékot. A szavait követő felháborodása reagálva a kormány elemezni fogja a törvényes előírást, mert a szóvívő szerint ellentmondások találhatók a szövegben, amelyeket tisztázni kell és alkotmányossági kérdések is felmerülnek. Hozzátette, februárig eldől, hogy módosítani kell-e a kérdéses 180-as paragrafust. Nem lesz költségvetési vonzata annak, ha arra a következtetésre jutunk, hogy lényeges változtatást eszközöljünk, mert a bevételek között nem vettük figyelembe az esetleges jövedelem nélküli, egyes feltételezések szerint 3 millió személynek a társadalombiztosítási biztosítási járulékát. A kormány nem fog nekiállni azok után vadászni, akik jövedelem hiány nem fizetnek járulékot, de orvosi ellátása sem szorulnak. Ráadásul az is lehetséges, hogy többbe kerülne az intézkedés gyakorlatbeültetése, mint a megvalósított bevétel, tette hozzá a kormány szóvívő.